hogy Orbán Viktor befele beszél a külpolitikájában, ami egyébként a legsikertelenebb műfaja, azt gondolom, mert nem tudom, hogy hol tud felmutatni valami sikert, de hogy befele beszél, és kifele viszont mindent megszavaz például. Tehát itt vannak ugye a szankciók, ami erre egy nagyon jó példa, de mindig és újra fel kell építeni egy újabb külpolitikát, mert egy éve a beszédében észre sem vette, hogy még háború lesz, aztán pár nap múlva kitört, akkor bemutatta Melonit a magyar közvéleménynek, hogy itt van az olasz miniszterelnök, akivel együtt újraformálja az európai jobboldalt. A Meloni próbál mindenhonnan elmenekülni, ahol Orbán Viktor ott van, és azokkal a jobboldaliakkal együttműködni Európában, akik kitették a Fideszt a néppártból. Tehát, hogy nagyon sikertelen ebben a külpolitikai műfajban, de ott úgy gondolkozik az egészről, hogy befele bármit mondhat, bármilyen súlyú dolgokat, bármilyen állításokat, mert hogy azt kifele nem hallják meg, de azért a nemzetközi diplomácia hallgatózik, és tudja például az amerikai adminisztráció, hogy Orbán Viktor milyen külpolitikát képvisel.